A mai 6 órás gyakorlaton megcsinálunk egy mechanikát 12 oktató robotnak. Az oktató robotunk az ennek a prototípusnak lesz a továbbfejlesztett változata. Mindegyiket két motor hajtja, egy középső kerékkel, és nem lesz rajt kormány, hanem fordulatszám különbséggel fog majd kanyarodni. Előre, hátra és kanyarodni is tud. A vezérlését Arduino Uno R3-as mikrovezérlővel oldjuk meg, egy H-hidas fordulatszámszabályzóval csináljuk meg a motoroknak a sebességszabályozását. A kommunikációt azt pedig egy Bluetooth modullal fogjuk megoldani, amihez az androidos telefonunkkal fogunk tudni csatlakozni, és egy ingyenesen letölthető applikációval szépen irányítani tudjuk. Ez a prototípus, amit megalkotunk, az egy plexi alaplappóval fog rendelkezni, meg két darab fém lemezzel, amit már előkészítettünk, és majd itt együtt meghajlítjuk. Két darab lemez fogja az oldalát képezni. Azért a prototípushoz képest az annyiból fog tudni többet, hogy ez univerzális lesz. Elhelyezünk rajta egy breadboardot, egy dugdosós panelt, amin különböző szenzorokkal, hogyha kiegészítjük, vagy különböző kapcsolásokkal, akkor még plusz funkciói is lesznek a robotnak. Tehát bármilyen kapcsolást, akár tudom én, egy irányváltó kapcsolást is meg tudunk alkotni ilyen picibe. A lemezhajlítással fogjuk kezdeni. A lemezhajlítás az úgy fog működni, hogy tolómérővel bejelöljük ezt a sávot, tehát ezt megmérjük szépen, ez 20, 21 mm. 21 mm-t szépen végigjelöljük, és itt a lemezhajlítóban ezt szépen 90 fokban meghajlítjuk. Odafigyelünk rá, hogy az egyik jobb oldali, a másik bal oldali, tehát nem cserélhetjük össze, hogy szimmetrikus legyen. Tehát egyiket innen hajlítjuk, másikat innen. Utána következik a kerék. Egy ilyen kerékaggyal látunk el egy fűnyíró kereket, ami abból fog állni, hogy van egy ilyen karácsonyfa fúró. Ezzel a karácsonyfa fúróval, ami több lépcsős, ezzel kifúrjuk olyan nagyra, hogy ez az alumínium agyrész, ez beleférjen. Ez a kis tárcsa. Három darab csavarral tudjuk majd rögzíteni. Ez a három darab csavar csak úgy fog a helyére találni, hogyha ott a marógépen, megmutatok, hát ezen a marógépen szépen mint három oldalát, tehát a három küllőnek megfelelő oldalon kicsit kimarjuk, hogy odaférjen a csavar, mert különben így állnának a csavarok, hogy egyenesen bele tudjuk csavarozni. Utána összecsavarozzuk, és ha kész vannak a lemezek, kész vannak a gyerekek, akkor elkezdjük majd összejelölni, összefúrni, és összecsavarozni a három alaplemezt. Ez úgy fog történni, hogy miután meghajlítottuk, utána szépen bejelöljük pontosan a furat közepeket, pontozóval megpontozzuk, pontozóval bepontozzuk, szépen kifúrjuk és összecsavarozzuk. És ezzel készen is lesz a váz szerkezet.